tenni minden útban, hogy az járhatóvá váljon. Ehhez sokkal inkább kell értse az egyik, a másik, a harmadik, a negyedik, a tizenötödik utat, ami ugyanolyan tisztességes felnőtt emberi válást eredményez, de nem mindegy, hogy a család kap segítséget az iskolától, a gyerek kap segítséget az iskolától, hogy előbbre jusson, vagy nem. És ebből a szempontból, ha csak mi beszélünk sokat, már az is sokat segíthet nekünk arról, ha meg vannak más-más kulturális közegekbe felnőtt, értő, közvetítők, interfészek, Itt a feladatunk minden. akkor az segít abban, hogy kevesebben legyünk ügyetlenek azoknál a Igen. családok gyerekeinél, akiket kevésbé értünk, ugyanis azt látom, hogy bármely család gyereke, ha ügyetlenek vagyunk, tud sérülni. És megengedhetetlen, hogy az iskola által sérüljön, hiszen az iskolának abban kell segíteni, hogy tisztességes, becsületes, felnőtt emberé váljon azon az úton, amit a család is szívesen tud támogatni. Nem másik úton, nem ahhoz képest választani mást, hanem abban a jövőképben sikeresnek, ügyesnek, családot fenntartani képes, a saját gyerekét tisztelettel nevelni tudó, akár a hitben élő. Tehát, hogy nagyon sok olyan részlete van a felnőtt életnek, ami segíthet abba, hogy harmonikusan éljék meg. Ebben mi pedagógusok nem választhatunk. De hogy eléggé értjük-e ahhoz azt a világot, hogy segíteni is tudjunk, ebbe kell, hogy segítsünk. Pontosan egyetértek. Úgyhogy igazgató úr, azt gondolom, hogy azt, amit itt, mint említettem, tapasztaltam, erről valóban hírt kell adnunk a kedves OK-val és sokan, mert igenis akkor, amikor vannak olyan példaértékű, és ez az iskola erről szól, mint sok más iskola is, és valóban a hátrányos helyzetű gyermekek is itt vannak, és csodálatos értékeket hordoznak, valóban, és ezt igen, amiről már beszéltünk a kedves OK-val, egyébként az Ékegyesületünknek, tudni kell, az Ékegyesületünknek kolléganője, továbbá Szent Endrén elnök. De az igazgató, ezt még nem tudtam. Nem baj, most már. Ugye? És nagyon büszke vagyok arra, hogy több alkalommal egyébként, tehát adományt is adott, még akkor is, hogyha nem dúskál a vagyonokba, de majd Isten ad nekünk, ugye, lelki vagyont és anyagi vagyont is, és az iskolának is, ámen, így legyen. Én 2000 karácsonyra megtértem, előtte is ilyen ember voltam, aki ismer engem, de az a hit koronája szerintem az hiányzott az életemből, és én kívánom, hogy akik úgy gondolják, hogy Istenbe fogadják a szívükbe, azt tegyék meg. Persze hitetlen emberek között is nagyon sok csodálatos, jó ember van, ezt mindig elmondom, hogy ne keverjük össze. Én is hitetlen voltam valamikor, mégis segítettem, ahol tudtam. Iskolára visszatérve természetesen az Ékegyesület kíván segíteni, hogyha az iskola elfogadja. Együttműködésben mi partnerek vagyunk. Nagyon sok nagyszerű szakembereink vannak. Ihos József katonai alapító tagunk, meg kell, hogy említsem, börtönprogramunk is van, iskolaprogramunk is van, és sorolhatnám, ugye mindenféle programmal rendelkezünk, több ezer oldalról áll a program, és azt gondolom, hogy az is fontos például, ugye, hogy a börtönből kiszabadult emberek a szabad életbe mit is kezdjenek magukkal, mert ugye aki onnan kijön, az ott hoz egy ilyen más világot, egy más légkört magával, és őket bele kell vezetni a társadalom csodálatos légkörében. Mi ezen is dolgozunk 16 éve. Fiatalon kerül oda a szakma nélkül. Hát meg tudom, hogy a család képes legyen őt visszafogadni, fogadni. Hogy ő képes legyen illeszkedni ahhoz a társadalmi valósághoz, amiben ő másokra is tekintettel tudja a saját karrier útját kialakítani. Mert sokszor azt hiányzik, hogy olyan, mintha ez mindig valami versenypálya lenne. Vagy ha az emberek együttműködésbe jutnak előbbre, akkor sokkal több az a jó érzés. Lehetősége van és esélye van. Igen. Teljesen egyetértek ez a dologgal, és ezt megköszönjük ezt a kis interjút, és még folytatni fogjuk. Isten áldjon mindenkit. Folytatjuk.